Sziasztok! Ebben az adásban embermárkkal beszélgetünk arról, hogy miért lett színész, mit gondolt régen a zenés színházról, miért hagyja ott a Víg Színházat és hova megy, illetve milyen hatással volt rá a karantén, és milyen hatással voltak rá fiatalkorában és most a videójátékok. Van-e bármilyen... téma? Nem. Amit nem említsünk. Van-e bármilyen jelentőség a Dragon Ball-os pólónak? Van. Na. Ezt már műsoron belül kérdezed? Igen. Jó, van. Hogy ne lenne? Hát én az a generáció vagyok, aki hazaér Oviból, és akkor a Dragon Ball megy az RTL klubon. Van, én nem tudom, hogy te ezek közé tartozol-e. Persze, hogy néztem. Szóval, igen, de hogy ez a rituálé, hogy így nő fel egy gyerek, hogy óvodából hazaér, és Dragon Ball. És akkor van ebben egy ígéret, hogy ez így fog tartani egy egész életen keresztül, hogy bárhonnan hazaérek, akkor az lesz a következő lépés, hogy Dragon Ball. És akkor nagyon szívfájdító az élmény, amit gondolom, azok a gyerekek élhettek még át, akiknél ugye megszakadt a kacsamesék. Uh-huh. Én hogy, az is vagyok. Igen, hogy én is vagyok, de akkor még nagyon kicsi vagyok. Tehát tudom, hogy ez én is ott voltam, de nem emlékszem rá. Szóval, hogy véget ér a Dragon Ball egyszer csak egyik napról a másikra, és nem tudni, hogy mi lesz. Hogy ez az ígéret, hogy hogyan nő fel az ember, az megkopik. És emlékszem, hogy jöttek a VHS-ek. Nem tudom, neked volt-e VHS-ed, de az volt, hogy ahol, mert hogy le volt már szinkronizálva egyébként a sorozat. Az egész. De várjál, állj. Tehát úgy vették le, hogy amúgy kész volt? Úgy vették le, hogy kész volt a szinkron. Azóta ugye legendák terjengenek, hogy valaki kiugrott az ablakon, valami tudom. Kisgyerek, mert azt hitte, hogy tud repülni, vagy egyszerűen csak rájöttek, hogy nem olyan jó dolog, hogy óvodás gyerekek azt nézik délutánonként, hogy különböző lényeknek kitépik a szívét, mert hogy, ugye ez történt, sose felejtem el, éneklik a főcímzené, vagy kedves Songo, hát és ott nem véres szétvert fejjel, tudod, egy kisgyerek, hogy betiltják ezt a mesét, de a szinkron kész van. És akkor jönnek ki VHS-ek, 3 darab VHS jön ki, wow. És ezeket is vadászni kell egy ideig. A VHS-en látja meg anyukám először, hogy mit nézek, és akkor tilt el a Dragon Ball-tól, de mindegy. És szóval, hogy mi hosszan tudnám mesélni, hogy azt, amikor bejön az internet, én hogyan találom meg a Dragon Ball Z-nek az összes leszinkronizált részét, és nézem végig 20 éves fejjel előről, gyakorlatilag 2 hét leforgása alatt, mert nem bírok leállni, és nekem nem adatott meg gyerekként, hogy legyen Dragon Ball-os pólom. Talán egy volt, de azon nem Son Goku volt, és annak annyira nem örültem, ezen pedig Son Goku van a különböző Saiyajin csillagharcos formáiban. Azta! És nekem kártyám volt. Tényleg? Dragon Ball-os kártyám volt. De hát mondom, faluhelyen tudod, hát levették az RTL-ről, akkor ott le volt véve, tehát igen, onnan akkor, nem volt Dragon Ball, meg akkor az videókazett a... Igen. Nem így kérdezem, hogy megtanultál-e valamit. Tanultál-e bármit a Dragon Ball-ból? Kíváncsi vagyok, ez egy ilyen fogós ravasz kérdés. Valószínűleg, mivel nem jön rá zsigerből egy válasz, ezért azt gondolom, hogy talán konkrétat nem tudnék mondani, ami a Dragon Ball-ból jött. Egy valami viszont nagyon szimpatikus volt gyerekként. Hogy ezek a srácok, Son Goku, Vegeta, sorolhatnám ezeket a jó embereket, soha nem adták fel. Tehát az volt, hogy meghaltak 3-szor, 4-szer, de akkor is valahogy visszataláltak a földre, és akkor is összegyűjtötték a varázsbabokat, és gyerekként ez azért biztos, hogy ösztönző lehet. Tehát, hogy olyan figurákat látsz, akik mindig keresik valahogy a visszautat. Sőt, én nem nagyon voltam sportos gyerek, de tudok olyan, van olyan barátom, aki azért karatézott, és utána viszonylag sokáig vitte ezt a pályafutását, mert nagyon tetszett neki, hogy a Dragon Ball-ban verekednek az emberek. Uh-huh. Figyelj, én gyűlöltem mindig is kerti munkázni, de volt egyszer egy olyan rész is, az szerintem nem a Z-ben, hanem a simában, igen, hogy a zseniális teknős azt adta ki feladatnak, Son Gokunak meg a Krillinnek, hogy így kézzel kellett fölásniuk egy csomó területet. Igen, valami. És esküszöm neked, ment otthon a kapálás, és azzal motiváltam magam, hogy a Son Goku is ezt csinálja. Én ettől erősebb leszek, meg királyabb leszek. Tökéletes. A másik viszont, ami szerintem így gyerekként először sokkoló, aztán így
talán az ember tudja használni az élete során azt, hogy nem mindig happy end a történeteknek a vége, és bizony el kell fogadni azt, hogy történnek számunkra a kedvezőtlen dolgok. Pont, amit mondasz, hogy meghal a kedvenc szereplőm. Tehát igen. Gyerekként ez azért durva a Dragon Ballban, nem? Igen, amikor kitépték Jamcsának a szívét a robotok. Az kemény volt. Remélem, neki tépték ki a szívét, és most nem hülyeséget mondok, de azt hiszem, hogy igen. Na mindegy, szóval ez a Dragon Ball-os póló, és ezt nem olyan régen találtam, most valahogy új keletje van ennek az animés pulóvereknek, meg ruházatoknak. Azt veszem észre, hogy mindenhol ilyenekkel találkozni most menő márkaboltokban, és megláttam, és azt mondtam, hogy hát akkor itt az ideje 27 évesen, hogy megtörténjen az, hogy legyen egy saját Dragon Ball-os pólóm. Van bármi más ilyen Ázsiához kötődő szenvedélyed, vagy bármi? Vagy még az anime se csak a Dragon Ball. Mert tudod, azért a fehérkesztyűs animésaknak a Dragon Ball az nem anime. Igen, tehát, hogy az, amit mindenki igen, ismer, igen, tehát az igen, béna. Igen. Valójában nincs. Van egy kedvenc írom, Darren Shan, aki nagyon szereti viszont ezt a kultúrát, és neki voltak könyvei, ami abszolút az animéből merítkezett, és azokat elolvastam. Nem voltak rám olyan hatással egyébként, mint más történetei. De hát igen, azon animek követő emberek közé tartozom, akik az Inuyasha, Pokémon, Dragon Ball, tehát ezek azok az animék, amire egy anime fan azt mondaná, hogy hát ezt kikéri magának. Igen. Tehát, hogy Tsubasa kapitány, meg ezek azok nem az ide tartozik. Az a foci, ugye? Igen, a foci is volt. Az volt az, amikor ilyen tigrist rúgtak a labdába? Vagy? Igen, meg felugrottak ilyen 8 méter, és ott maradtak rengeteg ideig. Igen. Imádtam. Én csak egy valamire emlékszem, ugye fiúk, lányok mindig ez külön volt bont, hogy a lányok nézték a Sailor Moon-t, igen, fiúk nézték van, a Dragon Ball, van, és igen. A Sailor Moon az a Dragon Ball előtt volt, azt hiszem, egyel. Igen, előtte volt a Sailor Moon? Sailor Moon. Nem tudom, nekem gyerekként Sailor Moon-nak van a fejemben. De hogy, hát igen, aztán mondom, szóval abszolút a mainstream anime kultúra, a Pokémonnal, a Tazó, és aztán a Game Boy játékok, és aztán... Te hát, olyan szerencsés voltál, hogy volt Game Boy-od? Game Boy Color-on volt, egy sárga Game Boy Color-on. Te voltál mindenki legjobb barátja az iskolában. Igen, hát nagyon sokat locsoltam már, mint húsvétkor. És akkor összejött a pénz. De nem tetszett, mert sárga volt. Sárga volt a Game Boy Color-omnak a színe, és azt olyan lányosnak találtam. Lányosnak találtam, meg a bátyáimnak még a nagy szürke volt. Nekik volt az a beton szürke, és azon volt egy... Metroid? Ez volt... Játék történeti jelentőségű. Az akkora játék volt, én az annyiszor végig toltam. Komolyan a klasszik, mert így, de az még csak van. Nem is volt könnyű, haló. Nem, halál nehéz volt, és félelmetes volt. Azt kell mondjam, hogy az frankón egy félelmetes játék volt azokkal a kis kicsi pixel kockáival együtt, de szóval abszolút megvan az nekem, abszolút megvan. Ugye a Metroidok, tehát a Metroid játékról, utána később a Castlevania-ról lett elnevezve a játék műfaj, a Metroidvania nevű Komolyan? Játék. Igen, amikor is elindulsz a karakterrel valamerre, és nem lineáris a játék, hanem bizony mehetsz jobbra, mehetsz balra, felszedsz egy power-upot, akkor már ki tudsz nyitni egy másik ajtót, utána megint találsz valamit onnan, mit tudom én, egy olyan upgrade, hogy mászni tudsz, akkor megint elmész a pálya másik végére, és az egészet így össze-vissza fogod bejárni. Ez a Metroidvania játék típus. Nem tudtam, hogy egy ilyen topikot nyitok meg ezzel a játékkal, de igen, tehát hogy nekem is az is egy ilyen hatalmas élmény volt. Hát nekem most ami meglepetés volt, hogy rögtön Nintendót mondtál, mert azt tudom rólad, ezt szerintem már a színműn is beszéltük, meg baráti iszogatásokkor is beszéltük, hogy azért te PS-es vagy. Igen, PS-es vagyok, de az is, tehát ott is, nem tudom, útjaim voltak ahhoz, hogy eljussok a PS-ig. Én úgy növök fel, hogy a bátyámék Nintendoznak, uh-huh. Tolják a Máriót, meg az Aladint, meg a nem Donkey Kongot, igen, mindig erről a King Kongot, tehát ugye Donkey Kongot, és én ülök és nézem. És akkor nekem ez volt a konzoloknak a dinamikája, hogy én ülök és nézem, ha valaki játszik, és én azt nagyon élveztem. És aztán, amikor a bátyáim már nem laktak velünk, akkor lett egy PS1-em,
és valamiért ezen féltem játszani vele. Tehát az volt, hogy ha nem volt mellettem senki, már a bekapcsoló, már ahogy begazott, valami ilyesmi volt az a zene, már attól gyerekként megijedte. Valószínűleg nem ez a zene, meg, hanem az hozta rám a félelmet, hogy itt most az én felelősségem az, hogy mi és hogyan fog történni a játékban. Tehát emlékszem, hogy volt egy Hupikék-Törpikék PS1-es játék, vagy lehet, hogy ez már PS2 volt. Nem, szerintem PS1 volt. És én már, tehát hogy konkrétan attól is féltem. Tehát a Tarzan valahogy ment, tehát a Tarzanon végigugráltam magam, de egyébként az a folyamat, hogy eljutni odáig, hogy itt most nekem kell dönteni arról, hogy mekkorát ugrok, hova megyek, nyilván ezek nem hatalmas open world játékok voltak, hanem, de akkor is egyszerűen nekem kellett irányítani a dolgokat, és én ettől nekem ez nem ment. És ezért nem is PlayStation-öztem, és aztán apukám eladta a PlayStation-t, mert azt mondta, hogy inkább legyen valakinél, aki játszik vele, ne az, hogy nálunk porosodjon be. Végül is egy, nem tudom, logikus döntés, hogy így mondjam. De ez mitől lehetett? Azért, mert te voltál a legkisebb kis királyfi, és akkor... Igen, meg nem biztos, nem tudom, most itt ülne Feldmár András, vagy nem tudom, visszamegyek az idő, és Freuddal beszélgetnék erről, valószínűleg kiukadnánk egy olyan történetre mondjuk, hogy a tesómék játszanak, odaadják nekem, vagy én elveszem, mikor éppen nem figyelnek, és mondjuk meghalok egy adott pályán, és akkor engem leszidnak, vagy nagy bajt csinálok ezzel. Biztos valahova vissza lehetne vezetni erre. Én nem emlékszem konkrétan ilyen eseményre, de az biztos, hogy a mai napig például, hogyha valamit elrontok valamilyen játékban, akkor az nekem egy ilyen, tehát nagy görcs. Azért egyszer kérdeztem múltkor, mikor beszélgettünk egy ilyen interjúhelyzetben, hogy te hogy éled meg azt, amikor néznek téged streamelés közben, vagy amikor mondjuk még egy versenyhelyzet is van, hogy én azt a feszültséget azt egyáltalán nem tudnám vinni a hátamon. Tehát, hogy míg a színpadon képes vagyok arra, hogy 3 órán keresztül egy előadásban, akár amikor én viszem a hátamon az előadást, akkor azt megtaláljam benne a nyugalmamat, de abban például, hogy néznek, miközben játszom. De basszus, ha játszol is néznek, csak egy számot látsz. Ha nem nézel oda, még azt se. Te nem nézed a control monitort, még azt se látod, hányan néznek. Egy színházban a nevetést hallod, a levegővételt hallod, a krákogást, az orfújást, a nem tetszés kifejezést, a tetszés kifejezést, az sokkal nehezebb. Nem, vagyis most az én szempontomból azért nem nehezem, mert mivel csak egy számot látsz, ezért nem tudod lemérni, hogy az vajon tetszik-e annak a számnak, annak a sok embernek, aki néz, vagy nem. A színházban rögtön jön a visszajelzés. Unatkoznak, elkezdenek köhögni, nevetnek, mert tetszik, vagy sírnak, mert átélik. Tehát akkor ott látom, hogy milyen hatással vagyok. De játszom valahogy, és ott van egy szám, mondjuk a kommentekre néha rá tudok nézni, de akkor is ott van, na vajon mit írnak, úristen, de ne oda néz, de azért látni akarom, de ne oda néz. Szóval szerintem meg ez a nehezebb, hogy nincsen egy rögtön visszajelzés. Emlékszem, vagy például amikor lolozok, vagy most a Mobile Legends-re vagyok rajta, és mikor az elején ki kell választani a spelleket, hogy miket akarok vinni, és akkor én mondjuk nem azt szeretném vinni, ami mondjuk divatos, vagy amire azt mondják, hogy a legjobb stratégia, nem ki akarok próbálni mást. A régen a LOL-ba lehetett hozni azt, hogy a manádat töltötte vissza. És akkor én azt szerettem, Varusszal voltam az IA-szal, és a játék elején mindig szerettem azonnal gyorsan képességekkel támadni és gyengíteni az ellenfelet, de ez az kellett, hogy a két első spellem az a gyógyítás, meg a mana legyen. Aztán később a LOL-ból kiszedték ezt a mana lehetőséget. De amikor mentünk Renkidre, akkor azonnal elkezdtek szídni, hogy miért azt viszed, ne azt vidd, és jó, akkor nem azt viszem, mert valahogy megint ebbe a báty kistestvér szerepben lettem benne, hogy rajtam múlik valami, és mivel az ADC az egy ilyen nagy, nem tudom, tehát az egy ilyen fő pozíció, és én általában ott szerettem játszani, ettől függetlenül, hogy nem bírom, ha rajtam van a feszültség, vagyis a felelősség, ezért nyilván a csapatnak is meg akartam felelni. De egyébként persze abszolút Szegánk is volt, vagy Szegánk volt, illetve az lehet, hogy nem nekem volt, hanem az egyik barátomnak, lőttük a kacsákat. Szóval ezek megvoltak, igen. De akkor, hogy te voltál a, nem tudom, hangtalan, halk, legkisebb tesó,
mégiscsak te lettél színész. Igen, aki kiáll emberek jó, elé. Az, igen, azért, mert tehát, hogy bizonyos dolgokban hangtalan voltam, bizonyosokban meg hangos. Tehát például én, de várj, csak nem fejeztem be az előzőt, elfelejtettem én is, hogy nem fejeztem be. Na és akkor ugyanúgy, ahogy a Dragon Ball, később a PlayStation, ugye apu eladja a PlayStation-ömet, és aztán én évekkel később, mikor már külön lakom, akkor megveszem először a PS2-t, mert azt gondolom, hogy most azon gyorsan végigmegyünk God of War, meg ilyenek, amik így kimaradtak, és aztán később a PS4-et. Tehát, hogy az is ugyanúgy, mint a Dragon Ball, így később visszajön az életembe. Szóval, hogy igen, tehát, hogy helyzetek vannak. Azokban a dolgokban, amikhez tudom, hogy nem értek, vagy hogy kevés hozzá a képességem, abban abszolút visszahúzódó vagyok. Tehát, hogy az hiányzik belőlem, hogy elhitessem emberekkel, hogy én értek valamihez, amihez egyébként nem. Meg azt valahogy nem az én asztalom. Sokan vannak, akiknek ez megy, és én csodálom is őket egyébként, de nem, én begörcsölök és befeszülök attól, hogyha nem tudok valamit. Ha tudom, hogy valaminek a birtokában vagyok, és az jól megy, akkor néha el is száll velem a ló. Tehát, hogy most már azt hiszem egyre kevésbé. Volt ilyen? Igen, igen. Tehát például én, amikor bekerültem gimibe, én egy zárt közegből jöttem, egy magyarországi szerb kisebbségből, mi szerbek vagyunk, illetve magyarországi szerbek, ezt így kell mondani, akiknek van egy iskolájuk, van egy közösségük, ahova járnak a magyarországi szerbek. És nekünk van az iskolánk, ami óvoda, általános iskola és gimnázium is. Tehát ha valaki akarja, akkor az első 18 évét leélheti ebben a közösségben. Mondom, itt ebben a közösségben volt anyukám, apukám, nagymamám, később a húgom, tehát mindenki, és én egyszer csak azt éreztem kiskamaszként, hogy én ahhoz vagyok mérve, hogy a szüleim milyenek, meg a nagyszüleim milyenek. Ők elismert és közismert emberek ebben a közösségben. Anyukám pedagógus, apukám orvos, de mindketten játszanak ennek a közösségnek a színházában is, tehát ebből adódik ez. És egyszer csak azt vettem észre, hogy különböző tanárok asztalánál ülök, akik mutogatják nekem apám meg anyám bizonyítványát, hogy én nem engedhetem meg, hogy nekem 4-esem legyen mondjuk matematikából, mert nézd meg, apádnak egy nem volt olyan fél éve, hogy 4-ese lett volna. És akkor én ezt úgy éreztem lázadó kamaszként, hogy én ezt nem szeretném. Nem szeretnék ebben letölteni még 4 évet, és ezért gimiben máshova akarok menni. És szerencsére jó fejszüleim vannak, akik ezt megértették, és abszolút támogattak ebben. Na és akkor, mikor kikerülök ebből a burokból, vagy amit én úgy éltem meg már a végén, hogy ez egy, nem tudom, egy ilyen kötött közeg, akkor a gimiben azt éreztem, hogy az enyém a világ. Tehát, hogy én mindenhol ott akartam lenni, és én akartam lenni minden. Tehát, hogy a Bach Kata tudná erről mesélni, aki a Víg Színházban kollégám, mert ő pont akkor volt negyedikes gimnazista, amikor én oda kerültem, hogy lelőhetetlenül idegesítő voltam. De tényleg, mindenhol én akartam énekelni, szerepelni, verset mondani, játszani. Nem? És tehát, hogy ezért van az például, hogy sok olyan ismerősömmel, akivel úgy találkozom, hogy már hosszú évek óta nem, az valahogy meglepődik, hogy hova tűnt az a nagyhangú minden lében kanál ember, mert valahogy ahogy korosodom, egyre szégyellősebb vagyok. De várjál, erre még vissza akarok térni, ja. Hogy nem azt mondom, hogy minden lében kanál vagy, de attól még ott vagy egy csomó helyen egyszerre. Beszélhetünk sorozatról, filmről, színházról, zenéről és hangszeres játékról. Igen. Tehát ez 5 különböző dolgot mondtam. Igen. Rögtön, és abból a sorozat, film, meg a színház az, ami kvázi a diplomát szerinti. Igen. Színész foglalkozásod. Igen. De azért még mindig ott van a zene is. Igen, az... Tehát igazából megmaradtál ugyanolyannak, csak akkor így halkítottál magadon? Vagy ez hogy kell megfogalmazni? Halkítottam, meg nincs már bennem vágy, hogy mindenhol én legyek. Tehát nincs bármint olyan szempontból, hogy minden platformon az én fejem látszódjon. Ennek volt valami előzménye? Vagy kaptál esetleg hideget, meleget? Vagy ez kialakult? Azt hiszem, hogy ez valahogyan tudatosult bennem, hogy ha minél többet te vagy középen, akkor nagyon hamar megunnak majd. Aha. Egyszer csak rájöttem arra, hogy volt is egy évem, a tavalyi évem, amikor nem is vállaltam
semmit azon kívül, amit már elvállaltam, és amit még nem kellett elvállalnom, mert azt éreztem, hogy ne legyen az 3 év múlva, hogy jó, hát ezt az ember Márkot már mindenféle helyzetben láttunk, már mindent láttunk belőle, legyen belőle ennyi elég. Mert ez egy nagyon hosszú pálya. Tehát, hogy én szeretnék 40 év múlva is izgalmas lenni a közönségnek, és aztán lehet, hogy ezzel egy csomó mindentől ellöktem magam, nem így élem meg egyelőre, de most valahogy van bennem ilyen típusú tudatosság. De figyelj, én már most csak az elmúlt évek alapján is azt tudom mondani, hogy már most tök más vagy, mint amikor megismerkedtünk. Igen. Szóval... Akkor jóval kövérebb voltam. Igen, de hogy működik ez a lassú változás, vagy nem tudom. Tehát ez úgy hívják, hogy korosodik az ember, meg nyilván gyűjti a tapasztalatot. Lassan az étcsokoládét fogom enni. Tudod, megvan ez, hogy az ember fiatalon a tejcsokit, és a sört issza időskorában a vörösbort és az étcsokit. Tehát akkor én már öreg vagyok. Mert már megtörtént a váltás. Hát figyelj, cukor nélkül a kávét, és csak az étcsokoládé 80% fölött. Hát akkor te már hivatalosan is öreg vagy. Ugyan már. Erre ígyunk. Jó, erre ígyunk egy kortyot, de te ahhoz képest öreg vagy, mint amilyen voltál a színműn. Mi gólyatáborban találkoztunk először, nem? Szerintem igen. Meg vagy utána nyilván a Koliban. Igen. Még egy-két meccsnézéskor talán nem emlékszem. Igen. De hogy te ahhoz képest már öreg vagy, de ezt úgy akarom mondani, hogy előnyödre. Köszönöm. Mert hogy tényleg egy ilyen olyan emberré kezdesz válni, aki tényleg le tud ülni nyugodtan. Ebbe van valami, vagy ezt félreértelmezem? Nem. Jól látod ezt. Valószínűleg tényleg a kor. Meg egyszerűen... Valahogy azt vettem észre, hogy az okos emberek többet vannak csendben. És azt is észrevettem, hogy egy csomó olyan emberre gondolom, hogy okos, aki valójában nem csak csöndben van. Ezt majd úgy fogom megfejteni, hogy visszanézem. Okay. De akkor befejezem, és ebből adódóan többet vagyok csöndben, nem biztos, hogy azért, mert okos vagyok, de legalább azt hiszik rólam. Szép. De neked nem volt élményed ilyen emberrel? Hogy mondjuk bekerülsz egy új társaságba, és akkor nagyon sokat dumáltok, meg nem tudom, hogy fejtegetitek a világot, és valaki nagyon csöndben van. És akkor nézed, hogy ennek vagy valami nagyon nagy titka van, vagy valamit nagyon tud, és aztán egyszer csak megszólal, hogy nem igazából semmit nem gondol, csak te látod bele, mert csöndben van. Nem, én az voltam, aki tényleg nagyon okos volt, és csöndben volt. Nem, nekem van egy kedves volt tanárom, aki igazából ezt egyszer az egész osztály előtt kritikaként megfogalmazta. Hogy? Én mindig jókat mondok, de olyan ritkán szólalok meg, hogy nem lehet észrevenni. Én megmondtam, hogy hát ilyen vagyok. Hát. És hogy, de hát ez nyilván azért a mi szakmánkban az se jó, ha nem észrevehető az ember. Nem, valóban nem. De például ebben mondja, a Nagy Gatsbyben mondják a Daisy-re azt, hogy azért beszél suttogva, hogy az emberek közelebb hajoljanak hozzá. És hogy ez valójában nem tudom, én is azt veszem észre, hogy az életben működik, hogy az, aki nagyon hangosan beszél, attól inkább távolodni akarok, mert egyrészt taszít, másrészt meg úgy is hallom távolról is, aki viszont halkan, vagy akár meg se szólal, az egyszerűen érdekelni kezd. Aztán nagyon nehéz ezzel játszani, mert egy ide után már az se fog érdekelni. Tehát jött, ahogy neked is ez kritikaként meg lett fogalmazva, vagy megfogalmazták, hogy hát egy idő után ezzel már nem lehet mit kezdeni. Figyelj, mikor te elmentél a szerb suliból a magyar-magyar gimbe. Igen, Vörös Marti Mihály gimnázium. Az milyen szintű váltás volt? Nézd, mivel velem addig nem történt olyan, és én ezt nagyon akartam, ezért én ennek nem éreztem a súlyát. Így utólag látom azt, hogy van egy fiú, akiről egy közösség gondol valamit, ez a fiú, most ebben a helyzetben én vagyok, és hogy vannak elvárások a család felé is, hogy vigye tovább ezt a kultúrát, legyen aktív tagja ennek a közösségnek, az akkor szólt egy nagyot. De nem az én részemről, mert én akkor ösztönszerűen mentem bele a helyzetekbe, hanem így visszagondolva, mert most, hogy már visszataláltam, tehát azt gondolom, hogy mint egy jó apa-fiú kapcsolatnál, szerintem nagyon fontos, hogy a fiú egyszer csak leváljon az apjáról, vagy hogy azt érezze, hogy ő többre akarja vinni, vagy hogy ő máshogy akarja, hogy megtörténjen ez a fajta férfiúi lázadás,
annak egyszer csak az lesz a vége, hogy aztán nagyon visszatalál az apjához, és belátja, hogy de igazad volt, milyen jól mondtad, és lám, én is abban a hibába estem bele. Nekem ez például velem megtörtént. És hogy most, mikor, és ugyanez történt számomra ezzel a közösséggel, hogy ami nekem alapvetésnek tűnt, hogy én ebben a más kultúrában növök fel, az mikor kiléptem egy a magyar közösségbe, akkor világosodtam meg, hogy valójában mennyivel többet kaptam én már a zéró ponttól, uh-huh. azáltal, hogy én mindenből látok kettőt. Nézd, nekem, tehát én úgy nőttem fel, hogy tök normális volt az, hogy két karácsonyom van, hiszen mi üljük a katolikus karácsonyt uh-huh. és a pravoszláv karácsonyt is. Uh-huh. És hogy mivel abban övök fel, hogy ez így normális, ezért nem is láttam, hogy de ez tök durva, és mennyivel gazdagabb minden, látok kétféle szertartást, kétféle lelkületet, és ezt mindenből ugyanígy, karácsonyból, húsvétból, mit tudom, és most ezek csak az ilyen, nem tudom, vallási dolgok, mm-hmm. de hogy például meg a kétnyelvűség. Hát figyelj, amikor beszélgettünk a podcastban, a három vendégesbe, igen. hát én akkor tudtam ezt meg rólad. Tényleg? Hát én nem eljátszottam, hogy meglepődök, hogy te, neked két anyanyelved van konkrétan, igen. tehát két nyelved igen. vagy. Igen, folyékony, igen, 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 abszolút. Szóval így, ilyen szempontból volt erős a váltás, hogy volt némi elvárás olyan irányba, hogy én milyen szerepet fogok képviselni ebben a közegben, az ugye nem történik meg, majd utána jó volt ide visszatalálni. És most is már játszom a színházunkban, az egyetemen is a Magyarországi Szerb Színházból írtam a diplomamunkámat, és az volt a durva, hogy egy csomó tanár rácsodálkozott, hogy van ilyen, hogy kisebbségi színjátszás Magyarországon. Hát igen, van, csak senki nem tud róla. De várjál, ezt akartam kérdezni, hogy az csak a szerb közösségnek ne. Szól, vagy arra bárki elmehet? Van, minden közösségnek, kisebbségi közösség, aki akar csinálni, az csinál magának egy nemzetiségi színházat. Van a horvátoknak, van a görögöknek, van a szlovákoknak, van a szerbeknek, mert így próbálják ápolni a saját kultúrájukat. És egyébként néha tök izgalmas előadások születnek. Meg volt régen nemzetiségi színházi találkozó, itt Budapesten, a Thália Színházban. Most a Nemzetiben van idén ugye elmaradt a pandémia miatt, de hogy ezek is javarészt, hogy mondjam, kompetens alkotóműhelyek, akik egy olyan színházi világot mutathatnak meg, amit akár nem ismerünk. Vagy például a szerb színház számomra azért izgalmas, mert megtörténik a jugoszláv háború a 90-es években, majd utána Amerika elkezdi bombázni, illetve a NATO elkezdi bombázni Belgrádot, illetve Szerbiát, és rengeteg szerb jön ide Magyarországra. És ezeknek a szerbeknek sok kapaszkodó pontjuk nincsen, pusztán az, hogy van itt egy közösség, akik beszélik a nyelvet, van itt egy iskola, ahol a gyerekeiket be tudják iratni, de ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy van egy színház, ahol lefordítanak mondjuk Molnár Ferenceket, és elkezdik szerbül játszani a Játék a kastélyban, és az ide menekült, illetve ide kényszerült szerbek megismernek valamit a magyar kultúrából. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan fajta küldetés, ami a színház csinálás egyik alapvetése egyébként. Ez gyönyörű. Basszus, én mondtam neked, hogy majd a szerb témára kicsit visszatérünk, csak hogy én Tataházi vagyok, az meg a szerb határtól egy jó 10 kilométerre van kb. Tényleg? Bácsalmás mellett. Tényleg? A bácsalmási határátkelő, Bácsalmás, Bajmok, Tompa, stb. Igen, hogy nem. És hogy most mondod, hogy ugye bombázták Belgrádot, igen. hát ilyen picike voltam, semmit nem fogtam, csak így, ott mennek a vadászgépek, igen. és szüleim meg, aha, mert ők tudták, hogy mi történik. Hogy mi történik. Én meg ott így, érted, igen. mint a lepkét lábnék. Igen, szörnyű. Főleg először, amikor a jugoszláv háború van, hogy aki esetleg nem tudná, vagy fiatalabb, hogy a Jugoszlávia az több tagállammal rendelkezett, mint például Horvátország, Szlovénia, Montenegro, Szerbia, stb., és aztán történik egy háború, ahol ezek a tagállamok szétválnak, és nagyon nagy
Tehát a leginkább Szerbia és Horvátország kezd el egymással háborúzni. Ami kihat Magyarországra is, mert az itteni nemzetiségek nagyon összetartóak voltak. Tehát például a szerb iskola, amiről beszélek most már sokat, az régen szerb-horvát iskola volt. És kitör a háború, és egyszer csak ezt az iskolát azt mondják, hogy jó, akkor a felső emeletre mennek a szerbek, az alsó emeletre pedig a horvátok. Tehát osztályok, ahol kisgyerekek ilyen szoros barátságban vannak, egyszer csak nem értik, hogy miért van az, hogy nem találkozhatnak az osztálytársaikkal. Mert hogy az egyik fent van, a másik meg lent. Ugyanígy családok, barátságok mennek tönkre. Tehát felfoghatatlan és brutális dolog zajlott itt egyébként a 90-es években a nemzetiségek szempontjából. És azóta is egyébként most már szerencsére egyre kevésbé, de itthon, hogyha egy magyarországi horvát jönne például a magyarországi szerb színházba játszani, akkor ott azért lennének ilyen háttérzöngék, hogy hát akkor ő elárul minket, miért fogadjuk be. Egyre kevésbé szerencsére, azért most már nagyon sok idő eltelt, de még mindig ott van a levegőben. De te már itt születtél. Nekem a családom 500 éve jött fel, a törökök elől menekült, ugye a dunamenti rácok, szerbek mentek Ráckeve, Szentendre volt ott a tetején, Szentendre mellette Budakalászon születtem. De bakker, ti ilyen régóta generációról generációra tartjátok ezt, ez szerintem majd, hogy nem páratlan, bár nem páratlan, mert nyilván akkor jó néhány ilyen család van, hiszen nem tudna fennmaradni egy ilyen gimi. Igen, sajnos egyre kevesebb. Úgy szoktuk mondani, hogy körülbelül 3000 aktív magyarországi szerb van, de azért már ez sem igaz. Hát igen, és szerintem ez egy olyan példa, jó, nyilván azért a két kultúra közel van egymáshoz, mármint hogy itt Európán belül, de ez mutatja azt szerintem, hogy attól, hogy mások vagyunk, még találhatunk kapcsolódási pontot, hiszen lám, ilyen sok ideje élünk mi magyarországi szerbek itt, úgy, hogy közben a magyar kultúrát is ugyanúgy ápoljuk, hiszen én magyarországi szerbként magyar színházakban magyar nyelven játszom magyar darabokat is. És mikor döntötted el, hogy beadod a jelentkezést az SFR-re? Soha nem volt más. Nem volt más. Én látom, hogy a szüleim ezt csinálják munkaidőn kívül. Tehát anyu végez mondjuk a suliban, vagy akkor még talán éppen kozmetikus volt, mert anyukám kozmetikus is, apukám meg orvos, és miután hazajönnek a munkából, utána elmennek színházat csinálni. Én, mint a Dragon Ball-t, úgy gondoltam, hogy ez a normális, hogy az emberek mennek színházat csinálni, és azt vettem észre, hogy sokat morgolódik anyám is, meg apám is a munkahely miatt, hogy jaj, dolgozni kell, de a színházban meg tök jó kedvel, és nem tudom, nagy elszántsággal mennek. És akkor azt mondtam gyerekként, hogy hát akkor én ezt akarom csinálni egész nap, amit ők csak este csinálnak. Tehát ő tényleg megjöttek 6-kor, és este 10-ig, hajnalokig is ott voltunk. Én kisgyerekként ott aludtam nézőtereken, tornatermekben, nem tudom, bárhol. És mi volt az ő reakciójuk arra, hogy te ezt szeretnéd csinálni? Mert azért egy orvosnak, meg egy pedagógusnak nyilván a színészet, mint szakma, az azért inkább ez a hobbi szinten lévő dolog, nem pedig az, hogy főállásban akkor én most erre tenném fel az életem. Igen, összetette bennél a helyzet, mert nem vaskalapos pedagógus és nem vaskalapos orvosról beszélünk, mert anyukám, hát már mondjuk, talán meséltem már ezt a történetet, hogyha nem fog megsértődni, anyukám jelentkezett a színművészetire. Ő színésznő akart lenni. Vele az történt, hogy ő felnő ebben a közösségben, ebben a burokban, vele nem történik meg az a kilépés, mint velem, de ő azt mondja, hogy ő színésznő szeretne lenni. És beadja a felvételét, vagyis a jelentkezését, és megtanulja azt a 15 verset, 5 monológot, 3 népdalt, de a felvételi előtt körülbelül 1-2 nappal talál egy másik verset, amiről azt gondolja, hogy az jobban szól róla, úgyhogy megtanulja. De annyira izgul, hogy azt olyan későn tanulta meg, hogy amikor belép a Vas utcába, akkor mondom, új közeg. Tehát a szerb iskola 7. kerületben van, a Vas utca 8-ban, tehát nincs olyan messze egymástól, de lelkületben az egy nagyon nagy határátlépés. És
az első embert, akit meglát, megkérdezi, hogy bocsánat, én most jöttem felvételizni, és nem tudom, csak hogy meg akarom kérdezni, hogy egy-két napot tanultam meg az utolsó versemet, és hogy elég izgulok, hogy most én azt tudom-e rendesen, vagy nem, és akkor azt mondja neki ez a valaki, hogy hát ha nem biztos benne, akkor be sem menjen felvételizni. Ne. Ez a valaki valószínűleg egy portás, vagy egy takarító igen. volt ott az épületben, ez, és akkor anyukám sarkon fordul, és soha többet nem próbálja meg a színművészetit. Tehát, hogy anyukám ebből a lelkületből mondja nekem 18 éves koromban azt, hogy hát nagyon féltelek, de azt gondolom, hogy az én példámból okulva, hogy mert mi történt volna, ha most én oda bemegyek, hát maximum elküldenek, de az is lehet, hogy nem, menj el mindenképp. Aztán nem sikerül. Legyen valami B-terved. Apám talán jobban féltett ettől az egésztől, de azért, mert ő látta rajtam, hogy nekem semmilyen B-tervem nincs. Ezt akartam kérdezni, mit mutattál föl biztosítéknak? Ne, semmilyen biztosítékot nem mutattam föl. 16 éves koromtól kezdve nagyon tudatosan a színművészetire készültem. Minden olyan tanárnak is megmondtam, aki mondjuk nem ehhez kapcsolódó tantárgyat tanított, hogy nekem elég lesz a kettes, csak hagyjanak engem verseket és drámákat olvasni a pad alatt. És egyébként ez javarészt működött is, hogy én a kettesre azért megtanultam, meg azért nem akartam szégyent hozni. Tehát most mondom ezt a kettes, de igazából jó, azért nem... Hármas, négyes jegyeim voltak általában. Mert amit most elmondasz, azért neked egy nagyon erős családi háttered van, tanult szülőkkel, művelt szülőkkel, azt azért nem hagyták volna szó nélkül, gondolom, nem, ha a nem. kis Márk ketteseket tesz igen, haza. Igen, nem is hagyták. Nem, azért mondom, most csinálom itt a rossz fiú, a kettesre, meg is bogdott soha. Nem, az érettségiben sincsen négyesnél rosszabb jegy. Aha. Tehát, hogy meg egy idő után az már az is, főleg azért volt a presztízs kérdés, mert ugye hamarabb tudtam, hogy felvettek a színművészetire, mint hogy a szóbeli érettségi vizsgák megtörténtek. És bár az történt, hogy felvettek a színművészetire, nem tudom, hétfőn, és kedden volt az első szóbeli érettségi, én azért még hazamentem tanulni, mert azt akartam mutatni, hogy nem szarok már erre az egészre attól függetlenül, hogy sikerült. De akkor azért csak kap az ember egy plusz energia löketet, hogy felvettek ezt még megtanulom, és úgy hagyom magam mögött, hogy büszkén, nekem nem adott. Képzeld el, nekem én annyira beszartam attól, hogy hát, hogy most kell majd teljesíteni. Tehát, hogy nekem nem nagyon volt ez a mámoros színész vagyok, ide nekem, nem tudom. Azt mondja, kívülről ez jött le, belül, valószínűleg ez valami védekezés lehetett, de belül én nem, nekem a poklok pokla volt. Tehát, mert azt éreztem, hogy ez most nem az, hogy engem felvettek, hanem jön most itt egy negyedik rosta, ami 5 évig tart, és 5 évig figyelik majd, hogy én mit tudok, meg milyen leszek. Szóval nekem nem volt ez a mámoros állapot, hogy talán nyilván aznap, amikor kihirdették, akkor nem tudom, lehet, hogy volt benne egy hét is, de nagyon hamar jött az, hogy fiát, most akkor itt majd teljesíteni kell. Tényleg úgy történik az első éve, hogy ezt mindig... A legendákból lehet hallani, hogy akkor az embert szétszedik, és a alkotó elemeire, és akkor egy kockánként újra fölépítik. Szerintem most azért fontos erről beszélni, nem tudom, mikor hallják majd a nézők ezt a beszélgetést, de a színművészeti egyetem most nincs egy ideális helyzetben. Nem tudom, lehet nincs. Erről mesélni, hát vagy erről beszélni. Hát te a kettes gólyás videóban vagy menni meg az elsőben. Igen, úgyhogy talán kötelességünk is erről beszélni. Nem, így nem igaz. Azért mondom, hogy ez így nem igaz, mert olyan sok rémhír terjed a színművészetiről, és olyan sok ferdítés, hogy talán minden platformon illene elmesélni, hogy mi zajlik valójában a színművészetén, mert az ilyen történetek miatt, vagy az ilyen történetek is segítik azt, hogy emberek, akik soha nem jártak itt, azt mondják, hogy ők majd most jobban meg fogják tudni mondani, hogy mi történjen. Nekem a kedvenc rémtörténetem az a csak akkor vesznek föl, ha... protekciós vagy, és vagy anyád, vagy apád színész, vagy filmes, és én úgy jöttem felvételizni, hogy édesapám agrármérnök, anyukám pedagógus, jövök Tataházáról, Báskiskolából, a legdélebbi csücskéből, soha senki semmilyen művészeti egyetemre és képzésre nem járt, senki nincs is alába, és érdekes módon bekerültem. Tehát, igen. Hogy ezek a magyarázatok, meg ezek a legendák valamiféle teória alátámasztását segítik, tehát, hogy gondolsz valamit, és keresel hozzá egy ilyen magyarázatot. Hát meg valószínűleg valakit nem vettek fel a színművészetire, és az elkezdte azt mesélni, hogy amúgy én tök tehetséges vagyok, csak nem volt protekció. Igen. Tehát, hogy ilyenből is el tudom képzelni azt, hogy meg azért ez a protekció kérdés azért sem reális, mert
osztályfőnökök vannak, akik nyilván konzultálnak a többi osztályfőnökkel, egy egész tanári karral, de valójában, ha egy mester azt érzi, hogy ezzel az adott személlyel ő nem tudna jól dolgozni, akkor nem is venné fel, hiszen az a mesternek is és a diáknak is rossz lenne. Igen. Mert sokan abban nem gondolnak bele, hogy ez tényleg nem az, mint egy például mérnöki szak, ahol van a matematika, ami mindig ugyanaz, és 2 + 2 = 4 lesz a végén. Igen. Azért nincsenek pontszámok, azért van rengeteg körös felvétel, hogy azt nézzék meg, hogy ki milyen ember, hogyan működik, egymással hogy működnek, a tanárokkal együtt hogy értenek szót, vagy kevésbé. És amit te mondasz, hogy ott egy egész tanári kar szava számít, nem csak egyetlen így egy van, osztályfőnök. Így van. Tehát, hogy szétszednek-e? Nem, nincs a tanárokban egy ilyen, vagy legalábbis Máté Gáborban, aki az én mesterem volt, nem vélte felfedezni az ott bujkáló kisörvögöt, aki az, hogy most mind a 14 ötöket darabokra szedem és összerakom. Nem, ezt az ember magával csinálja a színművészetén. Olyan feladatok vannak, amik arra kényszerítenek, illetve hát nem kényszerítenek, az adódik a feladatból, hogy gondolkodj magadról, és gondolkodj a világról. Hiszen színészként az egyik legfontosabb és alapvető feladatod az, hogy végig gondold, hogy egy darabban te melyik szerepet miért játszod, és hogy te ki vagy ahhoz a szerephez képest, miért kell neked eljátszanod, vagy miért nem kell, de ha már ez a helyzet van, akkor hogyan fogod tudni. Ez magával hozza azt a folyamatot, hogy az ember elkezd gondolkodni a saját életéről, a saját pozíciójáról a világban. És ez egyszer csak előhozza azokat a hiányosságokat is, amik miatt egyszer csak összetörik az a kép, amit gondolunk magunkról, és ezért kell újjáépíteni. Mert a színész szak az egy személyiségtréning is. Azt akartam mondani, hogy az nem csak az egyetemen, az egy életen át tartó önismereti tréning. Így van. És ezért mondom, hogy nincsenek itt, nem tudom, ilyen elképzelhetetlen ördögtől démonisztikus, ördögtől jövő ilyen, nem tudom, milyen gyakorlatok, vagy ilyen módszerek, ahogy így szétszedik az embert. Nem, ez nem erről szól. A színészek érzékeny emberek, az érzékenység nélkülözhetetlen része a szakmánknak, és abból következik ez, hogy néha rossz szembenézni magaddal. De nem, tehát és ebben soha nem volt benne, nem tudom, a pártpolitizálás. Tehát nem voltak nekünk, nem eszméket neveltek belénk, hanem arra neveltek mindig, hogy gondolkodjunk, és figyeljük azt, ami körülvesz. A színház csinálás, a filmezés, alapvetően a művészet azt a célt szolgálja, hogy minél színesebben, és én mutassuk be a világot. Minél több igazságot ismertessünk meg az emberekkel. És ez nyilván azzal jár, hogy egy csomó oldalát bemutatjuk az életnek. Azt akarom mondani, hogy igazából minden egyes színdarab az olyan jelenetek sorozata, amit a néző, ha gondolkozik rajta, át tud forgatni a saját életére. Igen. Mert attól olyan jó egy, nem tudom, Shakespeare, Brecht, meg nem tudom, kit mondjak még, csak itt dobálózok nevekkel, mert hogy oké, hogy megírták 100, 200, 500, meg ókori görög drámák hány ezer évvel ezelőtt, lefordítható és adaptálható a mai világra, azaz az összes ilyen darab arról szól, hogy milyen az ember. Így van, és nincs ez nem ideológia kérdése. És azért fontos, hogy megmaradjon a művészetben valami autonómia, vagy valami fajta szabadság, mert egyszerűen beszürkül tőle az életünk, és nagyon, tehát ez nekem halál egyszerű példáim vannak, amik ezt alátámasztják, amit mondok. Itt volt a karantén, az emberek többsége mit csinált? Nézte a Netflixet, vagy az HBO Go-t, esetleg elolvasott egy könyvet. Hála Istennek, elolvasott egy könyvet, de maradjunk a Netflixnél és az HBO Go-nál, vagy mondjuk majd kitérhetünk játékokra is, mert szerintem lassan azok is elérnek a művészi szintre. Tehát, hogy filmeket nézünk.
mert nem tudtunk más csinálni. De hogyha a művészet nem áradna, nem jönne még több film, vagy még több sorozat, vagy még több könyv, szerintem neked is megvolt az az élményed, hogy nem tud újat nyújtani a Netflix. Persze. Vagy ezt érzem, hogy... Folyamatos. Igen. Hogy akkor most mit fogok nézni, mivel, ha már csak az, hogy mivel foglalom le az időmet. Aztán majd vissza lehet térni olyanra, hogy egyébként azért foglalom le az időmet, hogy találkozzak más valamivel, mint ami én vagyok. Azért olvasunk verseket, hogy meglegyen az az ópillanat, hogy én pontosan így éltem meg ezt az egészet, csak nem tudtam ilyen jól megfogalmazni. Ezt csinálják velünk ezek a dolgok. A filmek, a színház, a könyv, és mondom, és most már lassan a játékok is. Melyik játék jut először eszedbe, ha mondjuk művészi értékkel bíró játékot kérdeznék? Hát eszembe jutott az Until Dawn, amiben azt vettem, amiben szerintem már olyan az, tehát hogy úgy lehetett használni a színészi játékot, ami megérint, ami gondolkodtat, amitől megborzongsz. Nagyon kíváncsi leszek most Keanu Reevesre. Hogyha ott tényleg lesz abból valami, az, bár én szerintem az csak egy csali volt. Szerintem az... Szerinted igen? Az meg lehet csinálva. Szóval igen? Ugye most a Cyberpunkról beszél igen. A Mark, amit most toltak el, tudod? Igen. Tehát majd az idején kettő nagy videójátékot vár mindenki. Szerintem egyszerűsíthetek kettő nagy videójátékra. Aki ezt 2044-ben hallgatja, azt tudja róla, hogy 2020-ról beszélünk. Az egyik a Last of Us 2, ami most jelent meg. Az lett volna, a felvételünk pillanatának a napján egyébként. Igen. A másik pedig a Cyberpunk 2077. Igen. Majd. Igen. Szóval, hogy és a Last of Us lett volna a következő, aminek a végén, hát férfiasan be kell, hogy valljam, én sírtam. De várjál, ez nagyon durva, mert nem te vagy az egyetlen, és szerintem te voltál az első viszont, aki egy beszélgetésben nekem ezt elárulta. Tényleg? Igen. Szerintem a Muriban voltunk. Lehet. A Muriban voltunk, és szerintem éppen, nem tudom, fröccsöztünk, vagy valami, dumáltunk a játékról, és te így ugyanígy egy kicsit ilyen szemlesütve, de hát így elmondtad, hogy hát én akár is tudom a végén magamat, én meg emlékszem, hogy mondtam, hogy én is, és hogy a Dezsővel beszéltem a héten, és ő is mondta, hogy a játék végén összetört. Tehát felnőtt férfiak igen. ülnek a képernyő előtt, igen. és kész. Igen, jó, főleg most a Dezső, most játszotta végig, Georgita Máté Dezsőről beszélünk, színész kollégám, osztálytársam is egyébként a Színművészeti Egyetemen, hogy nyilván főleg most egy olyan helyzetben, ahol hogy gyakorlatilag pusztul a világunk, vagy egy ilyen szörnyű élményt élünk, hát így talán még súlyosabb egyébként ebben megtalálni egy ilyen személyes történetet, mint ami a Last of Us-ban van, így talán még súlyosabb. Én bevallom őszintén, én most egyrészt van egy fogadalmunk a pár barátommal, hogy még nem kezdjük el, de én most nem tudnék belekezdeni. Tehát, hogy engem... Én még nem vagyok túl a pandémia okozta szorongáson, tehát én még félek attól, hogy ez most valamilyen, és ne nekem legyen igazam, hogy ez most csak egy ilyen kis dombocska. Fellélegzés? Igen, fellélegzés, vagy ilyen vihar előtti csend. Én ettől tartok, és mondom, ne legyen igazam. Szóval, hogy én még szorongok a világunk pusztulásától, és ezért például egy Last of Us típusú játékban én most bele sem mernék kezdeni. Annyit mindenfajta spoiler nélkül elmondok, hogy akkor ezt jól érzed, mert én, amikor nekikezdtem a kettőnek, akkor ilyen órás etapokat bírtam, és az egy-egy óra után úgy éreztem, hogy ez nagyon szép, ez nagyon... Úgy szép, hogy nem csak grafikailag, hanem történet, meg jelenetek, meg stb., de nem bírom. Kontroll le. És én nem tudom, ilyen 5 napon keresztül, úgyhogy hetekkel korábban megkaptam a példányt, összesen 5 órát tudtam kb. Játszani, mert napi egyet bírt el a lelkem. Hát igen, ez egyébként milyen érdekes játék ez a sorsnak, nem tudom, ezért a Last of Us-t is csúsztatták össze-vissza, és egyszer csak most jelenik meg. De figyelj, amikor múltkor beszélgettünk, most nem biztos, hogy pontosan emlékszem, de azért én úgy emlékszem, hogy azért te már így kezdesz visszatérni az élők sorába. Tehát, hogy... Pillanatról pillanatra változik. Tehát, hogy ma voltam először... Szinkronból jövök. Ezt el szabad árulni, nem? Persze. Tehát már megy a munka. Igen, lassan forgatások is elindulnak, színházi próbák is elindulnak. De ma voltam például bevásárlóközpontban, ami viszont először.
Ami viszont nem, az nagyon, az olyan súlyosan érintett, ennyi ember egy helyen. És azért mondom, valószínűleg nem tudom, amikor kijövök abból a flowból, a bevásárló központos flowból, akkor megint máshogy fogom látni. De az, hogy én ennyi ember között nem tudtam most, hogy mi az etikus viselkedési módszer, vagy hogy hogy lehet közlekedni, hol vegyem fel a maszkot, hol ne vegyem fel a maszkot, mi történik azzal a ruhával, amit én megérintek egy boltban, vagy most a Kentucky Fried Chickenben a csirkeszárnyat, hogy egyem meg? Egyszerűen azt vettem észre, hogy mint egy csecsemő rácsodálkozom a világra. És nem tudom a metódusokat. És nyilván, amikor például beszéltünk legutóbb, akkor azért ez egy jóval zártabb. Tehát akkor még azt hiszem éppen kezdődött. Akkor kezdett lazulni. Igen, akkor kezdett lazulni. Tehát, hogy akkor igen, akkor talán Balatonon voltam a barátaimmal. Igen, de hogy az úgy volt, hogy az a Game Pass Fesztivál harmadik hétvégéje volt, és akkor már az emberek már javába parkba jártak, meg már sétáltak az utcán, igen. Kimentek a Margit szigetre. Ez már velem is megtörténik, csak amikor egy olyan helyzetben találom magam, amiben nem voltam három hónapja nem voltam plázában, akkor veszem észre, hogy úristen, valójában most mennyi minden változik, vagy vajon csak bennem változik, hogy mások észlelik ezt? Nézd, mi most is, mikor beléptem ide hozzád, nem tudtam, hogy most igen, kezet fogunk, vagy pacsizunk. Mutatom a kamerába, hogy most... Igen, igen. És úgy voltunk, hogy igen. Szóval, hogy ezeknek a hatásait vizsgálom most magamon, hogy kell-e ezekkel foglalkozni, vagy nem. Azt érzem, hogy nem történt... Ezt most értsen mindenki jól, és nehogy nem történt velünk akkora szörnyűség személyesen. Hál' Istennek, ami mondjuk viszont azt indukálta volna, hogy itt egy gyökeresebb változás történjen meg. Igen, és most megint mindenki jól értse. Ez azért probléma egy picit, mert így nehezebben fogja fel az ember. Igen. Azt, hogy mi folyik máshol, ahol viszont tényleg nagyon beütött a vírus. Igen. Igen, igen. És igen. Hogy igazából én azt tudtam mondani, hogy én nagyon boldog, meg büszke vagyok erre az országra, mert az ország fegyelmezettségén múlt szerintem, hogy aztán itt tényleg, figyelj, kinéztem az utcára, innen rálátok, nem mondom hova, hogy nem akarom elárulni, hol lakom, de hogy a autó parlamentre. Sehol, nem. Igen, autó sehol, én ugye heti egyet mentem bevásárolni, utcán emberek, sehol, mindenki rajtam azt, tehát, hogy nagyon fegyelmezetten végigcsináltuk ezt, csak így, hogy nem történt baj, még egyszer mondom, szerencsére, így nehezebb ám annak a személynek felfogni, hogy ez mekkora veszély, akinek nincsen például egy beleélő képessége. Igen, igen. Nem neked volt az az élményed, hogy a mi generációnk nem, azt hiszem, nem találkozik már a ránk kényszerített halálfélelemmel. Tehát, hogy nekünk, mi nem voltunk katonák, nem kellett háborúba mennünk. Balesetekből és az idő múlásából, illetve betegségekből ismerjük a halált. Abban növünk fel, hogy az ember él, megszületik, él, és hogyha nem történnek meg az előbb felsorolt dolgok, akkor idős korában elmegy. És most először, főleg az elején, amíg nem pontosan tisztázódott, hogy mennyire veszélyes ez a dolog, meg mennyire nem, először éreztem meg ennek a rám kényszerített halálfélelmet. Vagy először volt halálfélelem tudatom, nem csak a magam részéről, hanem például sokkal inkább abból, hogy én mi történik, ha mondjuk én megfertőzöm a nagymamámat. És én az elején ezért tartottam inkább, illetve ezért tartottam nagyon erősen a karantént. Mert attól a felelősségtől féltem, hogy valaki miattam hal bele ebbe az egészbe. Ami, nem tudom, lehet furcsa hangzóan azt mondani, hogy az önzetlenség, mert valójában nem az. Nem, ez felelősség. Igen, de nem, felelősség tudat, meg önzés. Olyan szempontból is önzés, mert... Én nem akarok rossz érzést magamnak. Ez olyan, mint amikor például... Ezért Kant azt mondja, hogy nem létezik önzetlenség, mert hogy amikor például egy hajléktalannak pénzt adsz, akkor is vagy azért adsz,
Mert mondjuk vannak körülötted, és társadalmi elvárás, hogyha te jobb módú vagy, aha, akkor te adjál, vagy pedig a saját lelki nyugtalanságod azt mondja, hogy adni akarok. Más dolog abból, hogy ez az én privát, tehát ez az én dolgom, hogy ezt hol könyvelem el magamban. Lehet úgy nézni, hogy a végeredmény az, hogy én adtam, vagy hogy jót tettem. De valójában az a fajta önzetlenség, amikor egyszerűen nem kérdés, hogyha nekem van, akkor adok, az nagyon ritka. Mindig valamilyen önzésből, valamilyen kényszerből jön. És én ezt néztem most a karantén helyzetben, hogy hol kezdődik az én önzetlenségem. Együtt tudok érezni azzal, hogy így beütött neked ez a fajta félelem. Én inkább úgy fordítottam meg magamban, hogy amit mondasz, hogy az emberek nincsenek veszélyhelyzetnek kitéve, tényleg nincs katonaság, nincs háború, szerencsére semmi ilyesmi, de hogy ezzel párhuzamosan meg például a játékoknak köszönhetően, viszont az van, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy igazából tök mindegy, hogy hibázol, nem hibázol, visszatöltöm a mentést, ha meghaltam, és megyek tovább, és hogy nekem ez kattan be az agyamba, hogy ez most éles. Igen. Itt igen. Nincs quick save, meg quick load. Igen. Itt most amit csinálunk, az lesz. Igen. És ez így megmásíthatatlan igen. Dolog. Igen. Igen. Azt gondolom, hogy például érdekes lenne egy olyan kísérlet, ami így lehet, most csak elméleti szinten beszélek erről, hogy engem számítottam rá, de elborzasztotta az, hogy ez a fajta bezártság, hogy kihozta az emberekből a családon belüli erőszakot, hogy olyan embereknél, akik mondjuk játszanak valamilyen fajta erőszakos játékkal, mondjuk egy Mortal Kombat-tel, uh-huh, vagy egy koddal, vagy nem tudom, sorolhatnánk azokat a játékokat, amiben verekedni kell, ölni kell, stb., hogy ott például ki lehet-e mutatni azt, hogy ez előhozza, vagy pedig inkább tompítja az erőszakra való hajlamot. Tehát, hogy mert én azt veszem észre, hogy amikor például ilyen játékokkal játszom, akkor azért játszom ezekkel, hogy a bennem tomboló erőszakosságot kiéljem. Mert azt érzem, hogy most vagy elmegyek, nem tudom boxolni a terembe, vagy pedig az van, hogy letolok egy meccset PUBG-n, vagy LOL-ban, vagy bárhol, mert így ki tudok adni magamból valamit, közvetve. Uh-huh. És hogy például ezeket a játékokat terápiás szinten használni. Nem emlékszem, hogy az Unlimited-es beszélgetésben van-e, Damsa Andrej pszichológussal beszélgettünk, csak azért nem emlékszem, hogy ebben a beszélgetésben van-e, vagy valamelyik kerekasztalban uh-huh. volt, mert egy rendezvényeken mi sokszor találkoztunk. Uh-huh. Én úgy emlékszem, hogy erre az elvileg most a teória, vagy a mondás, hogy a játék az igazából egy ugyanolyan katalizátor, mint akármi más az életben, tehát a te személyiségedet és a benned lévő ilyen hajlamot tudja úgy felerősíteni, mint bármi más, mint egy, nem tudom, tudod, veterán katonának egy ajtócsukódás, aha, vagy valami. Aha. Tehát, hogy elvileg csak attól, hogy játszol, nem leszel se ilyen, se olyan, viszont amilyen te belül vagy, arra rá tud erősíteni. Aha. Én nem tudom, hogy nekem van-e olyan játék, hogy amit így gőzlevezetéssel. Azért az a baj, én annyira kompetitív vagyok, hogyha hát most ideges vagyok, még csak nem is szabad játszanom, mert hogyha nem jön össze, még idegesebb leszek. Értem, értem, igen. Azt is el tudom képzelni. Persze, van olyan. De hát ezért kell viszonylag egyszerű játékokat kiválasztani akkor, amikor nem nagy a tét. Amikor csak darálni kell. Hát, vagy szimszezni. Na, én attól cseszni nem, fel az figyelj, agyam. Ugye az Animal Crossing nevű játék az pont a karantén alatt jött ki. Tehát én olyan szigetet faragtam magamnak. Azt hittem, hogy milyen jót faragtam, mert ugye ülteted a fákat, ülteted a virágot, locsolsz, semmi nem történik a játékban. Egy 200 óra így bele is szalad gyorsan, de hogy vannak nézőim között, akik 4-500 órákat, meg még többet is beletoltak, és hogy annál nyugtató, és ez felnőtt emberekről beszélünk, tehát 20, de inkább 25 pluszos dolgozó emberekről, akiknek azért ez egy segítség volt, és nekem is segítség volt, hogy egész nap egy ilyen ártatlan szigeten ártatlan dolgokat csinálok, és közben telik az idő, de közben tehát nem haszontalanul telik az idő, hanem az is kap, aki nézi a gameplayt,
mert hogy kvázi szórakozik, szól egy szép zene, aha, küldetéseket teljesítek, stb. És én is kapok interakciót, így bezárva egyedül ebbe a lakásba, karantén alatt, hogy legalább tudok beszélgetni, idézőjelben a barátaimmal, a nézőkkel, bárkivel. Na, nekem meg például az ilyen, nevezzük akkor most ezeket open world játéknak, bár ezt tudom, hogy ez nem teljesen az, nem az a kategória, csak így próbáltam belemenni abba, amit mondani akarok, hogy engem például az open world játékok azok, amik kiidegelnek. De azért idegelnek ki, mert szakmámból adódóan nekem nincs sok időm játszani. Viszont én nagyon szeretem a történeteket. Tehát nagyon szeretem az olyan játékokat, aminek átlátom, és szép a története. Most akkor nyilván a Last of Us van ilyen, mint példa ilyenkor a fejemben, főleg most. És amikor az Open World-nél meg egyszerűen azt érzem, hogy nem nekem találták ki, nem annak, aki le tud ülni mondjuk 3 naponta leülni egy órára, mert egyszerűen elvesztem a történetet, és elvesztem magam a pályán is. Tehát, hogy például milyen cowboy-os... Red Dead Redemption. Tehát, hogy például én gyönyörű az a játék. Szerintem szerintem egy annyira... nem tudom. Tehát az például már művészi színvonal. Azt már nézni is jó, ahogy lovagol a karaktered. Nem nekem. Mert én egyszerűen, tehát amikor elütötték a lovamat egy alagútban, és rájöttem, hogy nekem most el kéne sétálnom a következő faluba, és ott venni a következő lovat, és ránéztem az orrom, most még van 5 percem, és akkor lezártam a játékot, és soha többet nem vettem elő. Pedig hát tudom, hogy ez nyilván majd valamilyen, van egy ilyen listám, hogy ilyen nyugdíjas koromban mik azok a játékok, amik mondjuk Witcher, Red Dead Redemption, ezek, ahol ilyen órákat fogok majd bolyongani, de hogy például nekem ez ezekkel a problémám. Horizon se volt meg ez? Muszáj privátból megkérdezzem, már nem privátból, hát ez én műsorom, csak hogy én biztos vagyok benne, hogy a te követői, te nézőid inkább a szakmával kapcsolatos, meg a márkkal kapcsolatos dolgokra lesznek ilyenek, nem a videójátékokra. De szerintem jó, tehát egy egyenlőségjel van most a szakma, a te témád meg az én témám között. Bízom benne, figyelj, én még a tanulmányokat olyan szinten nem akarom elengedni, hogy ugye beszéltünk egy csomót alig beszéltünk még a színházról, sorozatokról, igen, filmekről. Igen. Azt nem mondtam a beszélgetésben, amikor az Armanddal, azt a Renki Dórival is veled beszélgettünk négyesben, hogy ebből a 4-ből 3 ember ugyanabban a filmben játszott. Tényleg? Soha véget nem érős be. Te, a Dóri, meg én. Tényleg? El akartam mondani. Tényleg. És egyébként biztos, hogy találnánk egy jelenetet valahol, ahol szól egy rádió, és az Armand szinkronizál valahogy, hogy mond valamit. Lehet. Szóval, hogy meg nem beszéltünk a víges előadásról, akkor mész a Táliába. Igen. Nem beszéltünk a sorozatokról, és a többi viszont nekem nagyon nagy szerelmem a zene. Igen. És hogy ugye neked van kvázi egy szóló karriered, igen, te a dalba döntős is voltál, igen, és te szaxofon, klarinét, gitár, ugye? Igen, zongora, ilyesmik, nagybőgők, besusszannak ilyenek. Igen, tehát akkor az lett volna opció, hogy te zenés színész akarsz lenni, vagy nem zenész, elgondolkoztál egyáltalán, vagy ez a minden, ami művészet, az így jött befelé? Gyűlöltem a zenés színházat. Ezt nem mondod komolyan. Rettenetesen utáltam, és véres karddal küzdöttem gimnáziumban. Ezt ember Márk mondja. Igen, aki gyakorlatilag csak zenés színharamokban, musicalekben játszik, igen. Rettenetesen utáltam. Megfogalmaztam egy nagyon nagy bölcsességet magamnak gimnazista koromban, hogy a zenés színház azért nem jó, mert a színház akkor jó, ha vagy valós világban beszél kitalált igazságokról, vagy kitalált világban beszél valós igazságokról, és a zenés színház kitalált világban kitalált igazságokról beszél. Ez egy 16-17 éves kisfiúnak a gondolatmenete, tehát ezt ennyire is vett komolyan. A kétharmadával, az első két mondattal utolsó betűig egyetértek, és tök jól meg van fogalmazva. Igen, na de hát utána milyen hülyeség. De milyen traumád volt neked zenés színházban? Kellett, hogy legyen. Nem, mivel én
én rockzenén és punkzenén nőttem fel, meg hip-hopon, de az ilyen gangster hip-hopon, tehát D12, stb. Ezért nekem nem fért bele a Lehetsz király. Mind zeneileg, mind előadásmódilag én azt nem tudtam értelmezni aközött, hogy Alvin és a Mókusok és hétköznapi csalódások. Tehát egyszerűen valahogy ezen a skálán nem tudod becsúszni, nem tudom, a Mozart, meg ezek. Igen, csak ugye, figyelj, én meg nagy szószólója vagyok, meg pártolója egyébként a zenés daraboknak, mert én meg azokban kezdtem el még gimnazistaként játszani, és hogy ha kiragadsz egy-egy musicalből egy-egy dalt, az tényleg nem az, mint mikor az elejétől a végén. Persze, hát most nem már... Nem neked magyarázom, nézi, hallgatja annak, hogy aki tényleg így, nem tudom, félve nyúl a zenés színházhoz, az ezen gondolkodjon el, hogy figyelj, még az általad említett Rómeus Júlia musicalben is a Lehetsz király, nekem az egyik leggagyibb dal. És az a sláger, de közben vannak tök jó dalok benne. Én egyébként azóta a francia eredeti verziót azt többször megnéztem DVD-n, uh-huh. szerintem az elképesztő, mármint jó értelemben, és én azóta láttam a rendes Rómeus Júliát Szegedi Szabadtéren innen, és hát el voltam varázsolva. Uh-huh. Fejlődik az ember. Én azt gondolom, hogy a zenés színház nagyon-nagyon jól használható arra, mint műfaj, hogy az emberekkel megszerettesse a színházat. Hú, de jó, hogy ezt mondod. Tehát, hogy az a kis hülye gyerek, aki én voltam, azért már nyilván árnyaltabban látja ezt a képet, meg hát érzékelem a bőrömön is, hogy azok a srácok, lányok, akik eljönnek megnézni egy Pál utcai fiúkat, utána hogy ülnek be egy Schiller haramiákra, Szent Iváné álomra, Háború és békére. Tehát egyszerűen a zenés színház a kapudrog. De ezt is értsem most mindenki jól, hogy pont az a lépcsőzetességet mutatja, vagy lehet rajta végigmenni, hogy hogyan kell szimbólumokat értelmezni egy darabban, és közben hogyan lehet valamit élvezni is, és hogyan lehet aztán gondolatokat fejtegetni. És hogy igen, senkinek ne legyen kétsége szerintem afelől, hogy egy zenés darabban nem lehet komoly dolgokat mondani. Muszáj egy saját kedvenc példát mondjak. Amíg nem vették le. Addig én a Centrál Színházban 8-szor láttam az Avenue Q-t. Uh-huh. Nem tudom, hogy ismered-e, hogy vagy te láttad? Nem láttam, nem de ismered. Figyelj, az a darab volt, hogy én 8-szor is picit könnyeztem. Igen, de az komoly témák. Tehát, hogy az nagyon, az, én nem tudtam, mire ülök be, mert megnéztem a trélert, meghallgattam egy-két amerikai dalszöveget, és úgy voltam vele, hogy jó, van, Tony díjat nyert, az ugye a musical Oscar, Tony díjat nyert, akkor ha valamire biztos megnyert, egy-két dalszöveget angolul, mondom, jó, hát az angolul ugye elég vicces, bár nem tudom a kontextust, biztos szar lesz magyarul, de kíváncsi vagyok. Mm. És egy, zseniális a magyar fordítás, kettő, fantasztikusan játszottak a színészek, három, ugye licencdarab, tehát olyan színpadelemek, díszlet, jelmez, és abban ugye ilyen mapecsós bágok vannak, hogy így leesett az állam, és utána, amikor az elejétől a végéig egy kőkemény sztori lemegy, olyan szinten kőkemény, hogy a saját életedből látod a különböző szereplőket benne, meg saját magadat is, akkor bizony így megjelenik a kis könycsepp a szemes sarkában. Itt jön össze a játék, meg a színház, hogy én az Internet is for Porn című dalt, ami ugye... Ebben nyúkjuk, igen. Azt először vovos karakterek formájában láttam a YouTube-on, ahogy egy, tudom, talán egy harcos troll énekli ezt. Talán azt hiszem, itt a közös pont. Jaj. De egyébként, és egyébként az is, tehát, hogy ahogy mondod, hogyha kiemelsz egy dalt, tehát, hogy így kontextusában kiemelsz, milyen hülyeség ez a dal, the internet is for porn, és hogyha aztán meglátod azt a világban, hogy mi valójában ennek az üzenete, akkor egyszer csak, úristen, Jézusom, mennyire egyszerűen és ostobán néztem ezt az egészet. Például a Fekete Országból van egy jelenet, azt hiszem, azt mindenki ismer, amikor Mucsi Zoli
villanyszerelő. A villanyszerelő. A villanyszerelő jelenet, ahol szerintem az emberek, nem tudom, szerintem van, aki azt hiszi, hogy ez tényleg megtörtént, és ezt videózták. Van, aki azt hiszi, hogy csak itt, nem tudom, ilyen emberek káromkodnak, miközben az egy előadásból egy részlet. Igen. A Schilling Árpád rendezte Fekete országból egy jelenet, és ha így kiragadod, akkor tényleg így ja, vicces, káromkodnak minden, de egyébként még brutálisan erős üzenete volt akkor és ott. Igen, és ha jól tudom, ilyen kvázi, nem tudom, hogy urbán legenda, de hogy abban rengeteg impro van, tehát a sarokpontok honnan, hova kell eljutni, és onnantól hát ez legendás, azt szerintem nincs, aki nem ismeri. Igen, 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 de nem tudom, hogy jól ismerik-e. Tehát, hogy például én sem ismertem, én is azok közé tartozom, akik ez a jelenet a Fekete Országból, és Csipkés Zoltán és Vámpír Ági a Mónika Show-ban, nem tudom, ez egy lejátszási lista, érted? Igen, így van. Tehát, hogy ez, járjunk utána a dolgoknak, ezt tudom ajánlani. Na, és végül is, aztán én szinte csak zenés előadásokban játszom, ami egyrészt megismerteti velem azt, hogy ez milyen brutál nehéz műfaj, és gyakorlatilag kinyitja az én ízlésemet is, hogy annyi, olyan sok borzalmas előítélettel vagyunk minden nap, de a színházi szakmában is. Szerintem szerencsére egyre kevésbé, de azt hiszem, hogy hurcolunk még valami fajta örökséget, ami nem tudom, ilyen elitista művészet, meg valami, tehát hogy ilyen gondolatok. Ne legyél reklámoknak a hangja, nem tudom, és akkor, és közben meg most ez a pandémia mutatta meg egyébként ezt is, hogy egy csomó olyan színész, aki azt mondta, hogy ugyan már, az is egy szolgálat, hogy én vagyok a nem tudom minek a hangja, meg elmegyek műsorokban, nem tudom szerkeszteni, vagy műsort vezetni, ők most tudtak miből élni, akik meg nagy lóról azt mondták, hogy nem, mert a színház az így, meg úgy, meg amúgy. Egyszer csak ott találták magukat, hogy hát én most sehogy nem tudok hasznos lenni, és nem tudok mit csinálni. Figyelj, változik a világ, én erre azt szoktam mondani, hogy ami volt, mit tudom én, 20, meg 40 évvel ezelőtt még inkább, hogy van egy nyugdíjas állás, az ma már nincs. Uh-huh. Az is lehet, hogy érted, annyit főztem kotyogós kávét, hogy holnaptól meg valahol, nem tudom, kávét fogok főzni, igen. Mosogatni, nem tudod. Nagyon sokat gondolkoztam valami jó kis válasz videón, de aztán rájöttem, hogy nincs kotyogósom otthon, úgyhogy... Csináltál volna? Csináltam volna, igen. De valami ott, ahol nagyon nem sikerült, de közben meg úgy adom elő, mintha ez igazán sikerült volna. Ez volt a terve, de nem volt otthon kotyogósom. Figyelj, hogy folytatod a Táliában, ugye? Táliában fogod folytatni. Ott is zenés darabbal, vagy prózával, vagy szabad erről mesélni? Ha nem, akkor... Nem szabad, de, akkor nem de talán annyit mesélhetek, hogy a Táliában, azért megyek, vagy azért tetszett nekem nagyon Sej Judit ajánlata a Táliával kapcsolatban, mert műfajilag is, és tehát, hogy műfajilag ugyanolyan színes repertoárt kínál meg lehetőségeket, mint a Víg Színház. Uh-huh. Ezt most azt hiszem választottam a kérdésedre, uh-huh. Csak nagyon diplomatikusan. Tehát, hogy vannak most ott törekvések arra, hogy a Tália egy, nem azt mondom, hogy új irányba menjen, de hogy bővítse a repertoárját, és bővítse a, nem tudom, a készleteit, ami vannak. És nekem az nagyon tetszett. Én a Vígbe is azért szerettem volna menni, mert ott is az ígéret volt, hogy itt most valami újat fogunk csinálni. Ami részben sikerült is, vagy hogy amikor mi 12-en oda mentünk, akkor ott elkezdődött valami új, aminek viszonylag hamar vége is lett, mert nagyon sokan elmentek, de csak megszületett egy Pál utcai fiúk például. Mm-hmm. Tehát ha csak az volt az értelme az én víges ott létemnek, vagy mondjuk a Nagy Gatsby. Hát azért volt ott Nagy Gatsby, volt sok szép dolog a Víg Színházban. Igen, kívülről mindig általában a csillogás látszik inkább, a, nem tudom, szóval a sok...
kívülről a végeredmény látszik. Igen, igen, Igen. És ezért nehéz kívülről valójában megítélni, hogy milyen volt ott. Én nagyon sokáig nagyon jól éreztem magam, aztán nagyon sok barátom kezdett onnan elmenni, és itt most nem csak színészekre gondolok meg alkotókra, hanem a háttérországra is én nagyon erősen. Én olyan vagyok, akinek fontos például, hogy aznap este kivilágosítja az előadást. Ezt a nézők nem tudják, de ha mondjuk van egy olyan pozíció a világosító között, hogy a fejgépes. A fejgépesnek az a feladata, hogy amikor nem fix lámpával dolgoznak egy képek, hanem le kell követni egy színésznek a mozgását, akkor mint egy, úgy képzeljük el, mint egy nagyon nagy zseblámpa, azzal követi a színészt. És az pontosan egy ugyanolyan alkotói és csapatmunka, tehát ugyanolyan folyamat, mint két színész összjátéka. Tehát, hogy én nem mozoghatok úgy, nem szabad erre figyelni már előadáson, próbákon ez természetesen, várjuk meg ezt a kis kutyát, aki jogat? Jó. Szóval, hogy próbákon természetesen ezt addig kell gyúrni, amíg menjen, de mégiscsak ez is egy olyan csapatmunka, hogy nem mozoghatok például úgy, hogy ő ne tudjon lekövetni, igen, vagy hogyha úgy mozgok, nem kérhetem őt utána számon, hogy de figyelj, miért csináltam ezt végig sötétben? Azért csináltad végig sötétben, mert nem azt csináltad, amit begyakoroltunk, vagy most úgy csináltad, hogy nem lehetett lekövetni. Tehát, hogy én pontosan tudtam, hogy ki az a fejgépes, aki pontosan ismeri az én mozgásomat, és ki az, aki mondjuk kicsit bizonytalanabb, ezért én se csinálok váratlanabb dolgokat, vagy én is figyelek rá, hogy az ő munkáját könnyítsem. És ezt ugyanígy lehetne ilyen dolgokat mondani egy kellékesre, egy bútorosra, vagy ügyelőre, hát az ügyelő az előadásnak az lelke. Igen, tehát hogy nélküle nincs előadás. És azt vettem észre, hogy ilyen emberek számomra meghatározó emberek elkezdtek eltűnni, és egyik napról a másik, mondjuk pont a fejgépesnél bejöttek ilyen cégek, akik így átvettek ilyen előadásokat, mert nem volt már ember, tehát... akik meg csak mit a papíron elmondták nekik, hogy itt ez meg ez lesz. Nekem nem ez volt, vagy nem, én nem ezt szerettem volna. És amikor én oda mentem, akkor nem is ez volt. És akkor bennem ez hamar elkezdett, megfogalmazódott ez a gondolat, hogy bár kívülről biztos úgy tűnik, hogy itt most valami nagyon, nagyon rendben van, és egyébként tényleg hát csodálatos előadások születtek, természetesen nem volt minden rendben, mint ahogy ez most már nem a színház belső ügye lett, hanem már mindenki tud erről mindent, amire én például nem gondoltam volna, hogy erre szükség van. Az elején. Én azt hittem, hogy ezeket a dolgokat meg lehet oldani belülről. Én mindig erre törekedtem. Hogy először családon belül oldjuk meg a dolgokat. De azt már nem vettem észre, nyilván azért, mert megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy elmegyek, és aztán már egészen máshol járt az agyam, hogy de hát itt most erre volt szükség, hogy emberek hangosan kimondják, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Hogy erre volt szükség, hogy... És ezért volt nagyon szomorú, amikor, nem tudom, emberek, főleg mondjuk kommentelők, számon kérték, vagy megkérdőjelezték ennek a legitimitását, köszönöm, hogy egyszer csak így lefáradt az agyam. Szóval, hogy a legitimitását megkérdőjelezik. Nincs Magyarországon kommentkultúra. Nagyon fáj ez nekem. Hogy miért, hogy... Szerintem most sehol a világon nincs, de tényleg nincs. Tehát nincs. Aztán nagyon nincs. Pedig van egy olyan óra, ezt nem tudom, lehet neked meséltem, de lehet, hogy nem neked, hogy... Egyszer felosztam egy interjú helyzetben, hogy ott van a magyar nyelv és kommunikáció, mint hogy ott miért csak arról tanulnak a diákok, hogy kell egy, nem tudom, egy kérvényt megírni, meg egy, nem tudom, hogy kell postán levelet címezni, miért ezt tanulják egy fél éven keresztül, amikor arról is lehetne beszélni magyar nyelv és kommunikáció, mondom nagyon artikulálva, miért nem lehet azt mondani, hogy hogyan kommentelünk? Hogyan szólunk hozzá az interneten valamihez? Hol lehet egy formálisabb hozzászólás nyelvezetet vagy karaktert megfogni? Hol lehet slangben beszélni? És akkor írt nekem egy magyar tanárnő, hogy hát ő ezt bevette a tanmenetbe. Wow, az de menő. Igen, mert hogy és akkor egyszer csak azt mondom, hogy fú, ez most jó érzés. Figyelj, én magamban mindig próbálom megfogalmazni, hogy mi lehet ez a jelenség, ez a kommentelős jelenség is. És végső soron általában mindig ugyanoda jutok, azaz leengedik a gőzt. Csak rajtad, án, bén, cén,
tök mindegy éppen, ahova sikerül oda keveredni. Tehát tehát a jót sokkal kevesebben írják be. Igen. Ez olyan, mint a híradóban rossz hírek vannak, mert a jó hír az senkit nem érdekel. Igen. Kommentekben nem fogják azt mondani, hogy ez milyen jó, az milyen jó, hanem előbírja le az, aki szerint ez most szar, hogy ez szar, de lehet, hogy nem az szar, az ő napja a szar. Nem tudom. Igen, persze. Az esetek többségében én úgy gondolom, hogy ez a helyzet. Igen. De ahogy mondjuk nem írod le levélben, hát fel nem tudom, lehet, hogy régen az emberek levélben, és leírták, nem tudom, színészeknek, hogy dögölj meg, te szar, és azt postázták. Hú, hallod, majd megkeresem neked, azt hiszem, hogy a Hofinak van erről egy sztoria. Igen? Igen, és igen, és van, és az a durva, hogy ez valami egy ilyen 70-es években egy ilyen talán a Antal Imre csinálta le egy beszélgetést, ami sokáig ilyen belsős beszélgetés volt, valami gyár dolgozói előtt, vagy ilyesmi, és a Hofi elmesélte ezt a történetet, és idézte a levelet, a nézői, hallgatói, nem tudom milyen levelet, egy az egyben ugyanaz volt, mint ma egy komment. Egy az egyben, és azon röhögtem, hogy igazából valószínűleg ez akkor is benne volt az emberekben. Igen. Csak gondolj bele, hogy mekkora fáradtságot kell venni ahhoz, hogy te fogsz egy A4-es papírt, megfogalmazod, megírod kézzel, mert annak valahogy ki kell néznie, tehát azt végig kell gondolni, meg kell címezni, lenyalod a borítékot, föladott postára még pénzbe is kerül. Tehát mekkora különbség van e között, meg a között, hogy YouTube vagy Facebook is. Igen. Így. Igen. Mindegy, hogy van-e benne helyes írási, vagy nem is kell szépen tudjál írni, nem kerül pénzbe idézőjelesen, és hogy úgy érzed, hogy megtettem. Képzeld, nekem az egyik kedvenc üzenetem, mint a mai napig őrzök a szívemben. Valam, nem tudom már melyik sorozat ment a tévében, és rám írt egyszer egy fiú, hogy figyelj, a csajom nézi a sorozatodat, és tökre szerelmes lett beléd, úgyhogy álljál le, jó? De mivel álljak le? Tudod, én most mit csináltam rosszul? Nyilván én ezeket nevetek, de el tudom képzelni. Nem, azt pont nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki a szívére vegye, mert ez teljesen hülyeség. Igen, csak most akkor megint fú, nagyon belemehetnénk a pszichológiába, ha értenénk hozzá, én nem értek. Csak gondolj bele, hogy ez a srác hogy érzi magát, ha ő azt hiszi, hogy az ő kapcsolatába beleszól, vagy tényező egy olyan ember, aki egy képernyőn ott van. Igen. Ezek nagyon fura dolgok. Igen, de akkor, és akkor meg menjünk messzebbre, hogy vajon ez a srác kapott olyan, vagy eljutott-e hozzá egy olyan szintű oktatás, vagy nevelés, hogy egyszerűen megértse, hogy nem így működik a világ. És akkor már rögtön máshogy nézed a képet. Akkor azt mondod, hogy édes Istenem, hol tartunk? Hogy gyakorlatilag felnőtt embereknek nem tudtuk elmagyarázni gyerekként, hogy a tévé az nem a valóság. Hogy akkor hol van az oktatásunk? És milyen nevelést kapnak azok az emberek, akiket lehet, hogy nem is ismerünk. Például én nagyon... Ez a közeg, ahonnan én jövök, általában kinevet ezért, és lenéz, de én nagyon szeretem nézni a való világot. Alapvetően a realityket. És nem azért, hogy lássam, hogy hogyan fekszenek le egymással két nap után, meg hogy pucérkodnak, hanem mert egy olyan szubkultúrát látok, amit én nem ismerek. Mert nekem a barátaim nagy része általában egyetemet végzett, nem tudom, értelmiségi, vagy gondolkodó ember, és de nem azért, mert én csak velük vagyok hajlandó leülni a körúton, meginni egy sört, mert nem így van, csak egyszerűen így alakult. Így alakult, és az ilyen srácokkal, mint például, akik elmennek egy való világba, ilyenekkel nem találkozom. És mert azt hinné valaki, hogy nem úgy csak megjátsza magunkat meg a színészet, ha így tudnak színészkedni emberek, akkor nem tudom, szóval akkor az összesnek Oscar díjat. Nem, ez nem így van. Nyilvánvalóan ez egy műsor, ahol irányítva vannak emberek, akik hajlandóak máshogy viselkedni, mint ahogy egyébként viselkednének az életben, de aki volt már kamera előtt, pontosan tudja, hogy egy idő után csak önmagad tudsz lenni. Pont ezt akartam mondani, ez a
ezzel a felvezetés, hogy egy idő után lehull a szerep, és te te leszel. Igen, igen, igen. Szóval nyilván, hogy az is érdekes lehet, hogyha majd ennek az vár, valószínűleg köztünk azért más, mert ismerjük egymást, de biztos vagyok benne magamon, hogy ha most majd visszahallgatjuk ennek a beszélgetésnek az elejét, teljesen másképp tudti beszélek, mint most, mert mégiscsak ez egy interjúhelyzet, vagy egy beszélgetés helyzet, nem egy természetes közeg, itt van ettünk két mikrofon, nem tudom hány kamera, meg se néztem, lámpák, te közben nyomogatod a gomboddal, és közben irányítod, hogy milyen képek legyenek. Tehát, hogy De egy idő után biztos, hogy hallanánk változást. Ajánlom majd nézőknek, hogy hallgassák meg az első percet, és aztán a 90-et. De hogy ezért szeretem az ilyen realityket, mert olyan viselkedéssel találkozom, amivel egyébként nem. Amit el lehet ítélni, vagy nem kell vele egyetérteni, lehet megborzongani, meg elhatárolódni tőle, de inkább meg kéne érteni, hogy hogyan történhet meg az, hogy most már egy 19 éves lány fejében nem kellemetlen, egész nap szinkronban voltam, és megállás nélkül beszéltem, tehát nem kellemetlen gondolat az, hogy ő már kamerák előtt lazán lefekszik valakivel. Hogy hogyan jutunk el a szemérmes ember, aki az elején, ha meglátott egy kis kazettás videókamerát, akkor is nem tudom, elpirult és nem mert megszólalni, most meg már ott tartunk a technikánknak köszönhetően, amit szintén lehet utálni meg dicsérni, és én most nem akarok ítéletet mondani e fölött, csak ezt a helyzetet akarom elemezni, hogy most már van egy olyan generáció, akiktől nem izgulnak ezen, nem félnek, mert abban nőnek bele, hogy az életünket felrakjuk az internetre. Hát vagy hogy kivoltunk a Győzike show-nál, hogy hát össze-vissza tele van kamerázva a háza. Hát most már felmegyek az Instagramra, és mindenkinek van egy Győzike show-ja. Igen. A saját neve alatt. Vagy TikTokra. Igen. Ott azt a platformot én még nem ismerem, mert még nem vagyok azon fent, de hogy igen, tehát hogy az a mi kis Győzike show-nk. És ezért is van ez egyébként szerintem, most ugrándozok, hogy egyre kevesebb sztárra van, az, vagy a sztár, mint jelenség, arra az embereknek egyre kevesebb szükségük van. Mert ha megnézed, nem tudom, milyen élmény lehetett azoknak a 20. század elejé embereknek, akik először tapasztalják életükben, hogy vannak pillanatok az életükben, amiket megörökítenek. Most nagyon furcsán hoztam szóba a filmezést. Igen. Tehát, hogy egyszer csak azt veszik észre emberek, hogy visszanéznek egy pillanatot az életükből. Hát ez szerintem brutális. És milyen kiváltságos helyzetben van az, aki színész, akinek egy csomó pillanatát rögzíti egy kamera. És az valóban egy sztár, mert hogy egy olyan szituációba tudott eljutni, amiben valószínűleg én soha az én életemről nem leszlek lenyomatok. Gondolja ezt a 20. század elejé ember. Most meg már ott tartunk, hogy pontosan tudjuk, hogyan működik egy kamera, pontosan tudjuk az emberek nagy része, hogy kell alapszinten videót vágni, vagy legalábbis egy snittet a következő után rakni, hogyan kell effektelni, és egyszer csak, mint egy nagy bűvész trükknél, így egyre több trükköt ismerünk meg, és már nem akkora dolog, már nem ugyanúgy gondolunk erre az egészre. Mondom, én beleborzongok abba, amikor valaki mondjuk először nézi vissza magát. Nem egy képen, mert ugye, de a kép is hasonló lehet, vagy egy, mert ott már a festménnyel azt már ezt ismerjük, de egy mozgó képen nézem, én így emelem a kezem, ha nem nézem, tudod? Szóval ez ilyen brutális gondolat. És most meg már azt veszem észre, hogy mivel látjuk az emberek életét, egyre inkább arra van szükség, hogy valaki, aki olyan pozícióban van, mint egy sztár, vagy hogy annyira közismert, jó esetben elismert és tehetős, hogy megmutassa a maga emberi oldalát. Hogy egyszerűen az embert lássam, és ne azt, aki olyan helyzetben van, hogy az ő pillanatait megörökítik. Mert ezt ismerem. Mert azt vágom. És ezért van szerintem, ezért lett pejoratív az influencerkedés is. Mert egyszer csak
azt látom, hogy van egy sampon, amit valaki ilyen nagyon furá, igen, így ha tart, még így használ, meg így önti a fejére, és közben mosolyog, mert nem azzal találkozom, ami egyébként van velem, hogy a sampon belemegy a szemembe, és csíp, és nagyon nehéz kimosni onnan, mert hogyha én ezt látnám, sokkal szimpatikusabb lenne az influencer is, és a termék is, mert azt gondolom, hogy aha, velem ez történik. De pontosan ezt élem át, de ettől függetlenül, hogy belemegy a szemembe, menjen bele, mert viszont tök jó illata van, és tök jó tesz a hajam, mert én most a samponról beszélek. De hogy ezért, mert egyszerűen már van, nem tudom, megvan-e neked ez az élmény, nekem egy kicsit megvan, amikor egy olyan bűvész trükköt látsz, mert mi gimiben az egyik barátom nagyon nagy kártyatrükkös volt, meg nagyon nagy bűvész, hogy akkor látsz egy ilyen trükköt, mondjuk picit ilyen gagyinison előadva, vagy van egy ilyen kis szánakozó érzet, hogy pontosan tudom, hogy egy műhújad van, amiből beledugtad a kendőt. Tehát, hogy tudom, na, most akkor ezt csinálod, de tiszta gáz, ezzel hülyíted, mindenki tudja. Persze. És ezt érzi az ember mondjuk egy ilyen, nem tudom, szerintem egy rossz ízlésű influencernél, hogy tudom, hogy te nem így eszed azt a kekszet, meg hogy amúgy annyira nem fasza ez a keksz. Meg tudod, sokan kérdeztétek kezdeti mondatot. Igen. Sokan kérdeztétek, hogy mivel ápolom a körmeimet, senki nem kérdezte, igen, de ő elmondja. Igen. Figyelj, amiatt kezd egy kicsit lelkifurdalásom lenni, hogy tényleg melóból jössz, igen. És hogy így, tudod, hogy 1 óra 28 perce forog a kamera. De figyelj, de én még nagyon szívesen beszélgetem, mert nagyon élvezem. Én is nagyon élvezem. Csak hogy azt akarom kérdezni tőled, hogy ha kiátszod a Last of Us 2-t, visszajössz beszélgetni hát egy következő epizódra? Na, hogy mert akkor ez annyira jól érzem magam, hogy ez kicseszés a nézőkkel szembe, de hogy itt elvágjuk, és akkor így várják majd ők is annyira a következő alkalmat, ahogy én. Persze. Na, én nagyon-nagyon szívesen. Hogyne? Ez nagyon jó ötlet. Ez nagyon jó ötlet, és talán akkor sok játékokkal kapcsolatos frusztrációmat is ki tudom majd adni, ha kvázi, mert most valahogy úgy élem, úgy gondolok erre, hogy azért picit szakmailag is beszélünk majd arról a játékról. Én olyan szempontból, hogy például színészet terén mit látok ott? Még akkor is, hogyha annak a javarésze azért CGI, nem? Nem, motion capture. Tényleg? És aki játssza a Joelt, meg az Ellie-t, ők játsszák le motion capture-ben ugyanúgy. Hát ez csodálatos. Persze. Tehát, hogy akkor szóval, hogy egy kicsit azért lesz az érdekes szerintem, mert itt most, mert lesz egy személyes vonzata ennek, meg kétféle szakmai szempont. Nagyon adom. Ez nagyon jó ötlet.